Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Hát kérem szépen, elindítunk egy vadonatúj rovatot, amiben majd fiatal tehetségeket, induló vagy már sinnen lévő vállalkozásait mutatjuk majd be, hogyan indultak, honnan jött az ötlet, kik a mentoraik, mi a kitűzött cél, egyáltalán mit szeretnének. Ezügyben tárcsáztuk Böszörményi Nagy Gergelyt, a Design Terminál ügyvezetőjét, aki gyakorlatilag az egész rovatot így támogatják nekünk tartalmilag, meg mindenhogy. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is. És hát nem utolsó sorban ez a ti megújult mentorprogramotok tartalmi részére épülnek ugye ezek a megjelenések. Miről van itt szó, mit jelent ez a megújulás, hogy néz ki most ez a mentorprogram? Hát hadd indítsam onnan, hogy Magyarországon mindenféle történelmi okokból ugye a vállalkozói kultúra az hiányzik, sőt a vállalkozó szóhoz mondjuk 90-es években azért inkább negatív asszociációk, negatív fogalmak kötöttek. Hát ezen szeretnénk dolgozni, ezt szeretnénk megjavítani. Azt gondoljuk, hogy technológiai átalakulásnak köszönhetően az a jó, ha egy országban, közösségben minél többen lesznek mondjuk magabíró emberek, vállalkozók, akik a saját egzisztenciájukból, ötleteikből élnek. És ehhez szükség van mentorálásra. Mivel hiányzik a vállalkozói kultúra, ezért sokkal kevesebben tudják a szülőktől, a családból, vagy a közvetlen környezetükből átvenni a vállalkozói mintákat, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol a vasárnapi ebédnél mindenképpen ül legalább egy sikeres vállalkozó, hogyha azért a megszokott sztereotípiákba gondolkodunk. Ezért van szükség az olyan szervezetekre és programokra, mint a miénk is. Évente nagyjából 20 vállalkozót, fiatal tehetséget karolunk fel, és eljuttatjuk egészen odáig, hogy a nemzetközi piacra tudjon lépni, és ott sikeres tudjon lenni. Elsősorban digitális, elsősorban technológiai vállalkozásokra, ötletekre, innovációkra kellük gondolni. Ezek azok a termékek, szolgáltatások, amik úgymond skálázhatók, azaz innen Budapestről, Magyarországról, bármelyik szegletéből az országnak indulva, de akár nemzetközi sikert is elérhetnek, hiszen az internet nem ismer határokat. Honnan indítjátok ezt a szűrést, vagy ezt a mentorprogramot? Tehát hogy alakul ki az a 20 fős kemény maga, akinek aztán teljes erővel tudtok segíteni? Egész évben vannak eseményeink, legkülönbözőbb szakmai alkalmak, ahova különböző egyetemekről, főiskolákról, szakmai közösségekből, műhelyekből, vagy akár az utcáról várjuk a fiatalokat, és ennek a segítségével elérünk egy olyan mennyiséget, akin belül már csak a nagy számok törvénye alapján is megtalálható az a mennyiségű ember, akivel már el lehet indítani egy programot, akire már lehet építeni. Milyen szintről indíthatják? Tehát egész egyszerűen kell, elég egy elképzelés, azt mondja, hogy van egy ötlete. Szerintem, hogyha ilyet csinálunk, akkor annak marha jó piaca lesz. És onnantól... Igen, mi korai fázisú vállalkozásokkal foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy nem elsősorban az ötletnek a kidolgozottsága számít. Ennél egy sokkal fontosabb szempontra figyelünk oda ebben a korai szakaszban, ez pedig a csapatnak a minősége és az alapítóknak az attitűdje. Azt szokták mondani, hogy az első befektető is inkább az emberbe fektet, mint sem az ötletébe. Egy jó csapatnak lehet, hogy nem az első ötlete lesz sikeres, de ha tényleg jó a csapat, ha egymásra építenek a tagjai, ha igazi vállalkozói attitűddel rendelkeznek, akkor a harmadik vagy a negyedik ötletük már biztos, hogy az lesz. Viszont hiába jó egy ötlet, ha az attitűd az alapítóknál nem stimmel, akkor bármilyen jó mentorprogramot is rakunk mögéjük, vagy bármilyen jó befektető áll is a csapat elé, nem lesz majd sikeres. Ezért fontosabb az emberi tényező, ezt teszteljük egy komoly kiválasztási körön keresztül. Akkor az majdnem egy ilyen tehetségexport, hogyha átfogalmazzuk, nem? Hát igen, azzal, hogy ugye csak korlátozottan gondolkozunk exportban, azt szeretnénk, ha az ő szolgáltatásaik és termékeik lennének sikeresek nemzetközileg, de nekik nem kéne elhagyni ehhez Magyarországot és Budapestet. A történelmünk arról szól, hogy a legtehetségesebb magyaroknak sokszor el kellett menni innen, és mi abban gondolkodunk, hogy a jövőben ez ne kelljen, hogy így legyen. Tehát, hogy ebben szeretnénk lehetőséget, segítséget, támogatást nyújtani nekik. Mennyire fontos, hogy hosszabb távon életképes legyen az ötlet, illetve maga a vállalkozás? Ma már nehéz eldönteni, hogy mi életképes hosszabb távon, olyan gyorsan változik a világ, hogyha az ember elkészít egy demo verziót az ötletéből, akkor lehet, hogy fél év múlva már meghaladja a nemzetközi piac, azért gyorsnak kell lenni. Ez például nagyon izgalmas része a mentorprogramunknak, hogy
hogy felhívjuk a figyelmét ezeknek a vállalkozóknak, és felkészítsük őket arra, hogy mondjuk azért, mert ők a szabadalom, vagy ők védették le az adott terméket vagy ötletet, attól még nem biztos, hogy azt nem fogják mások lemásolni. Sokkal kisebb védelmet jelent ma már ez a fajta jogtudatosság, mint korábban. A sebesség viszont sokkal fontosabb. Gyorsabban kell és jobbá kell válni a konkurenciánál. Hogyha azt gondoljuk, hogy a termékünk kész van, még akkor is innoválni kell, még akkor is újabbnál újabb verziókat kell készíteni belőle, hogy az versenyben maradjon egy elképesztő kompetitív nemzetközi piacon. Uh-huh. Ti is régóta foglalkoztok már ilyen inkubációs, mentorálós tevékenységgel, de van két komoly partneretek, ugye a Google meg a BlackRock, hogyha jól vettem le a weboldalatokról. A BlackRock például hogy jön a képbe, hogy a világ legjobb alapkezelője? Igen, az idei mentorprogramunknak, amire most tegnap kezdtük el a toborzást és a tehetségek keresését, van egy újdonsága, ez pedig az, hogy nagyvállalatok is beszálltak mellénk. Mi ennek a haszna? Mi azt látjuk, hogy 10 startup vállalkozásból 9, az akkor lesz se sikeres, hogyha vállalatokkal összefog, és valahogy a nagy rendszerekbe épül be az adott startupnak az ötlete vagy innovációja. Nagyon kevés olyan startup vállalkozás van, aki alanyi jogon lesz eredményes és sikeres, mint mondjuk az Angry Birds mobiljáték említhető itt példának. A legtöbben beépülnek nagy telekommunikációs, közlekedési, mobilitási, oktatási, egészségügyi vagy egyéb rendszerekbe. Mi ebben szeretnénk neki segíteni, hogy ezek a vállalati kapcsolódások létrejönnek a tehetségek meg a nagy cégek között. És ez valóban a két első partnerünk, a két nagyon-nagyon neves és elismert vállalat, a Google és a BlackRock. A BlackRock nem olyan régen nyitott innovációs központot Budapesten, ez egy komoly eredmény egyébként, és Magyarországnak nagyon jó hír, hiszen ez a cég nem annyira ismert, de valójában a világ legjobb és legnagyobb alapkezelőjének számít, tehát az egyik legkomolyabb pénzügyi vállalat a világon. És hát rengeteg területen foglalkozik innovációval, például hálózatkutatást, adattudományt alkalmaz annak érdekében, hogy a legjobb befektetési eszközöket találja meg az ügyfelei számára. Tehát egy abszolút technológia-orientált, innovatív cégről van szó, ami azért jött ide, mert a magyar tehetségekben bíznak. És hát ahhoz, hogy felkutassák őket, ahhoz, hogy megtalálják azokat a kisebb cégeket, tehetségeket, csapatokat, akik aztán beépülhetnek egy ilyen nagy cégnek az életébe, ahhoz minket választottak partnernek, úgyhogy lesz majd nem is olyan sokára egy közös rendezvényünk, ahol kifejezetten nekik keresünk majd megoldásokat, meg embereket. Nagyszerű. Hát Gergő, köszönjük szépen, hogy bemutattuk ezt a programot. Sok sikert kívánunk hozzá, és hát ahogy elmondtam az elején, ugye majd hétről hétre a hallgatók találkozhatnak egy-két tehetséggel, akik megszólalnak itt a műsorban, ugye két etapja lesz ennek, egy tavaszi és egy őszi. Úgyhogy ezt kívánjuk majd a hallgatóknak, hogy hallgassák nagy szeretettel. Neked még egyszer köszönjük, hogy beszélgettünk. Jó munkát és én szép napot. Én is köszönöm a lehetőséget. Szervusz. Sziasztok! Böszörményi Nagy Gergellyel, a Design Terminál ügyvezetőjével beszélgettünk.